sziasztok! Ebben a napi vlogban elviszlek titeket egyet kirándulni, elég menő helyekre fogunk elmenni, úgyhogy szerintem érdemes velem tartani ebben a vlogban. Ja, én fogok vlogolni és végig én fogok videózni, úgyhogy ez már csak egy jó videó lehet. Na, itt pedig már megyünk autóval az első helyszínre, amit meg fogunk nézni. Besütött napocska, ha bár hideg volt, de akkor is elég kellemes volt itt üldögélni, kicsit még álmos voltam, de ígérem, hogy fel fog pörögni a videóban. Már elég rég voltunk kirándulni, úgyhogy éppen itt az ideje, végre olyan idő volt, hogy ezt ki tudtuk használni. Először itt uh, Sopron környékén kirándulunk, pan-európai piknikhez fogunk elmenni, nem tudom, tudjátok-e, hogy az minden mindjárt meg fogom nektek mutatni, itt kiszállok az autóból, de kérek egy kis segítséget, mert egyedül nem megy. nézzetem, hogy milyen szépen süt a napocska, és milyen sok fa van. Ezt jó lenne mindet lepisélni, persze a barátom is itt volt, együtt mentünk irándulni. Aztán utána pedig el is indultunk, és itt egy kicsit meg lepisítjuk ennek a szélét, mert megszagolgattam, aztán volt egy csomó ilyen amit mind megnéztem, és mentünk tovább. Ez egy olyan kirándulós videó, ahol megmutatom, hogy mindent lepisirek. Hát ez van, én ezt szoktam csinálni, nehogy véletlen eltévedjünk, mert így én visszatalálok. Na, itt el is indultunk már ezen az úton, itt jó körül kellett nézni, mert éppen áthaltunk az úttestén, ahol sok autó jöhet, úgyhogy azt mondta a gazdő, siessek, nehogy valaki elüssön. Úgyhogy én már szedtem is a lábamat, és át is értünk, és itt most el fogunk menni teljesen egyenesen, a műemlékeket azt mondták, hogy ne pisiljem le, tehát volt, amelyiket megjelöltem. Jába szóltak rám, tudom, ez csúnya dolog, de hát ez van. Mindenhol megtaláltam ezeket a vakontúrásokat, és amikor már tizediket akartam megszagolni, a gazdi már egy kicsit ideges volt. Hát ilyen történelmi beszámolót én valószínűleg nem fog nektek mondani a videóban, mert annyira nem tudom, hogy ez miről szól, de volt itt egy szobor, és azt néztük meg. A gazdi biztos több mindent tudott volna nektek mondani róla. Na, itt úgy döntöttünk, hogy felmegyünk a lépcsőn, és megnézzük közelebbről. Hát ezek ilyen emberek, én egy kicsit meglepődtem, mert nem tudtam hová tenni, hogy ezek szobrok, de közben mégis emberek. Á, bonyolult ez. De kicsit még nézegettem, aztán utána elindultunk lefelé a lépcsőn, ennyit még azért le tudok jönni én is. Aztán itt körbeszagultam mindent, és megindultunk tovább. És tudjátok, hogy mi volt az érdekes? Hogy nem nagyon sétált erre senki most, pedig itt azt mondták, hogy sokan szoktak sétálni. De hát most senki nem akart eljönni ide. De mi eljöttünk, és én nagyon jól éreztem magam. Nézzétek meg, mekkora terület! Itt azért lehetne sokat szaladkálni, de a gazdi most nem vette le rólam a pólást, azt mondta, hogy inkább maradjak így. Nézzétek meg, hogy élvezi a barátom is, mindig ő akar előmenni, aztán most megnézzük azt a nagy szén a kubacot, és azt mondta a gazdi, hogy fel fog oda engem rakni, és le fog fotózni. Hát ez tényleg komolyan gondolta. Ja, azért remélem látjátok, hogy megint sikerült összeöltöznünk, Kék púcsikába vagyok, ő meg kék kabátba. Na, igyekezzünk gyorsan csinálni néhány képet, mert már le akarok szállni, én nék no, le is szálltam. Aztán a gazdi megint visszatett, és most ő is felült ide. Na itt már mentünk is tovább, mert azt mondták, hogy van itt még azért látnivaló. Hát néha átérítettek egy kicsit a szagok, de nem baj, mert most már célba vagyok, bemegyünk ebbe a kis épületbe, amit itt láttok, de fogalmam sincs, hogy mi van benne, úgyhogy most fel fogom fedezni. Jaj, nem már, itt is ilyen szobor emberek vannak, ezt nem hiszem el, ezeket nem szeltem be félek tőlük, úgyhogy úgy, gyorsan fogom megmutatni, itt van egy ilyen kis padocska, ki lehet nézni, de gyors nézzétek meg, aztán hadd menjek ma innét ki, Na, ebből ennyi elég is volt, majd megnézitek neten, hogy mik vannak itt. Ezek át akartak menni a határon, de nem engedték át őket. Na, most pedig megyünk vissza az autóhoz, mert megyünk tovább egy következő helyre majd, de előtte még egy kicsit szaladgálok, aztán itt jó körül nézni megint, mert átmentünk az úttesten. Ilyenkor nagyon körbe kell nézni, mindig nehogy elüssön az autó, aztán így betettek engem az autóba, mert egyedül nem tudok beszállni, és el is indultunk, Mit már átmentünk Ausztriába, képzeljétek el. Ott van a kis tábla is. Igen, ez már a határ, és az pedig a Schneeberg. Nézzétek meg, milyen sok hó van rajta. Jól a egyszer majd elmenni oda is, hogy ti is meg tudjátok nézni. Aztán van, aki ti áll a gazdi teljesen bezsongott. Tőlük nem is értettem, hogy mit van úgy oda érte, de hát teljesen bekattant. Aztán elindultunk egy tóhoz, amit most meg fogunk nézni, hát ha be van fagyva. Én mondjuk nem tudom, hogy mit jelent az, hogy be van fagyva, mert mi történhet a vízzel? Remélem nem az, hogy be kell menni fűdeni, mert ahol semmi kedvem nem lenne. Na ott van már a vizecske, már közelítünk is, és azt mondta gazdi, hogy ó igen, ez be van fagyva, rá lehet menni. Nem hiszem, elmondom, hogy ne akok fűdeni, aztán közelebbről megnéztük, és teljesen mozdulatlan volt a víz. Hát én ilyet még nem is láttam, nem tudom, hogy ez hogy történhetett, aztán elmondták nekem, hogy ez attól van, mert nagyon hidegek vannak kint. És hogyha rámegyek, akkor se kell fűdeni. Kell sétálni a víz tetején. Hát ez nagyon érdekes volt, de előtte meg kellett szagogatnom, hogy járt -e itt más kutya, mert hogyha volt itt más kutya előttem, akkor nem hiszem, hogy túl veszélyes lehet. Aztán a gazdi segítségével rámentünk a jégre. Én annyira nem akartam először, mert kicsit féltem, és egy kicsit csúszott, úgyhogy elég nehéz volt rajta megállni. Tudjátok, szokták azt mondani, hogy négy lába van, mégis megbotlik. Na hát, ez pont így történt velem. Majdnem elestem, tehát utána már rájöttem, hogy kapaszkodni kell a körbömbel. Elég vicces dolog ez a jég, hogy lehet a vizen sétálgatni, bár én akkor is jobban szerettem a nyarat. A sokkal jobb érzés, ez a jég nagyon kis hideg, úgyhogy túl sokáig nem lehet rajta lenni. Egy kicsit sétálgattam, barátom is feljött, gazdi azt akarta, hogy adják vissza neki a telefont, de nem adták végül vissza, úgyhogy így járt. Még tovább nézhetitek, ahogy küzdök a jégen. Aztán egy kicsit beletekeredett a gazdi a pórázakba, elég vicces lett volna, ha elesik, de végül nem esett el. És hogyha azt gondoltad, hogy a kirándulás ennyi volt, akkor nagyon tévedtél, mert megint beültünk az autóba, és tovább indultunk, csósztra, És itt képzeljétek el meg lehet nézni a tavat. Úgyhogy most oda igyekszünk, az is be van fagyva, és itt nagyon sok ember korcsolyázott rajt. Aztán úgy döntöttünk, hogy mi is közelebbről megnézzük a befagyott feltőtavat, mert elég ritkán szokott befagyni, és tök érdekes látvány, úgyhogy most meg fogom nektek is mutatni, hát ha még nem láttatok ilyet. Azért kiírták, hogy csak saját felelősségre lehet rajt kócsolyázni, de szerencsére én nem akartam kócsolyázni, csak egy kicsit megnézni. Na, itt lehet lemenni, ezen az apró kavicson, mégis szaladtam, de én annyira amúgy nem akartam rámenni a jégre, de aztán kicsit megcsúsztam, majd a gazdi segítségével mégiscsak rámentem, meg a barátom is ráment. Elég vastagnak tűnt ez a jég, úgyhogy talán nem fog beszakadni. Aztán a gazdi hívott, hogy menjek oda, de majdnem elestem, annyira csúszott. Egy kicsit béna voltam, de azért megoldottam, mert szerettünk volna néhány jó képet készíteni rólam, amit majd az Insta oldalamon tudtok megnézni, érdemes lesz fölmenni oda. Na, ilyen a látvány szerintem elég menő néz ki. Na és ti szerettek kócsolyázni? Írjátok meg kommentbe, kíváncsi vagyok, hogy hányan tudtok. Én nem tudok sajnos. Na itt már szaladtunk is le, mert elég volt ebből a jégből. Aztán úgy döntöttünk, hogy még egy kicsit sétálgatunk, élvezzük a napocskát, meg a sok szagot, fűszálakat is megszagoltam. Aztán itt is lementem egy kicsit. Itt kézzeljtek el, garázsok vannak. Itt állnak a hajók szerintem. Aztán találtunk egy lépcsőt, ahol egy kicsit nehezen, de fölmentem. Nézzétek meg, milyen ügyesen megoldottam ezt a problémát. Fölfelem még sikerült fölmenni, aztán megnéztem, hogy minden oké okay -e. Ott is megnéztem, és lefele kellett egy kicsit segíteni, hogy tovább tudjunk menni. És itt ezen a stégen, vagy mind sétáltunk. Elég veszélyesnek tűnt, mert nem akartam leesni, úgyhogy csak középen mentem, csak ilyen óvatosan. De aztán megkartam nézni az összes s meg mindent itt vannak a hajók, befagyva, vagy mi ez kis csónak. Hát, megnéztem mindent jó alaposan, ilyenkor nem lehet csónakázni. De azért itt már kicsit elfáradtam, mert elég hosszú volt ez a kirándulás, itt már megyünk visszafele. Na nézzétek meg, így jobban meg tudom mutatni, hogy néz ki. Beütünk az autóba, itt egy kicsit pihentem, mert én már teljesen kivótam készülve, barátom is tojón elfáradt. Aztán megindultunk hazafelé. Persze egész utol simogatni kellett engem, mert én nagyon szeretem, hogy simogatnak, és ha, itt, ha elkezdik, akkor nem lehet abba hagyni. És itt is a snéberg. Aztán a gatti tönkrement a kávéfőzője, úgyhogy vettünk egy újat. Meg is néztem, ló alaposan, majd utána kaptam kaját, mert én már nagyon éhes voltam, farkas éhes. És hát ez a videó ennyi lett volna, úgyhogy köszönöm, ha itt voltatok, és ha megnéztétek. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kirándulás, majd fogok még sok ilyen kirándulós videót hozni. Iratkozzatok fel, lájkoljátok, és találkozunk hamarosan. Na, megyek pihenni. Csövi kell!